olyan koncepciót szeretnénk elkészíteni, ami ugye az úgymond a Kraft szellemiségére épül, hogy a kevésbé megfogható, mint kulturális örökség, történelmi hagyaték elemeket integrálni szeretnénk, a valóban ugye halt, kemény, megfogható faktorokkal, mint a gazdasági teljesítmény, vagy a lakosságnak az aktivitása ugye a gazdasági folyamatokban. És a következő lépés az az, hogy forgatókönyveket gyártunk, hiszen a Szigetköz 20-25 éves távú időtartamában egyáltalán nem függetlenül sem a nemzeti politikai folyamatoktól, sem Európa folyamataitól, hogy milyen irányokat jelöljünk ki, és a helyzet feltáró munka számos olyan lehetőséget, illetve gyengeséget azonosított be. Gondolok itt például a települések alvóvárossá válására, hogy a helyi aktivitás eltűnik. Ugye zajlik a gazdasági társaságok esetében is egy generációváltás, ki tudja továbbvinni a meglévő hagyományokat, és hát ugye Magyarország esetében a kis és középvállalkozások továbbvitele, ez mindig kulcskérdés volt ugye a elmúlt 30 évben. Arra igyekszünk majd, hogy legalább 4-5 forgatókönyvet vázoljunk fel, ami nyilván a politikai döntéshozók, illetve a különböző érintett felek elé tárhatunk, és meg kell dönteni, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, és ehhez kapcsolódó intézkedéseket fogunk majd megfogalmazni. A kutatásnak az alapcélja az, hogy felderítsük azt, hogy a Szigetközön belül a gazdasági társaságoknak, a gazdasági szerveződéseknek milyen a jelenlegi állapota, és mi az a jövőkép, amit adott esetben kínálni tudnak a térségnek azért, hogy a térségben élő emberek számára a környezet az egy vonzó hely legyen. Tehát akkor a helyzetfelmérésen túl vagytok, megvannak a felmérése, kérdések, mi a következő lépés? A helyzetfelmérésen alapvetően túl vagyunk, a kérdőívekhez köthető vizsgálatoknak a perdöntő részével végeztünk, néhány interjúnk még vissza van mértékadó gazdasági szereplőkkel. A következő lépés az az, hogy azokat az alapvető stratégiai akcióterveket és ezeknek a fő irányait kijelöljük, amelyek ránk várnak ahhoz, hogy a projekt eredője az kimutasson egy egész képet. Hat téma van a munkacsoporton belül, hogyha egy kicsit megpróbáljuk kompaktá tenni, akkor tulajdonképpen két nagy irány az a társadalom és település szerkezet, a település hálózat, ami magába foglalja a népesedési folyamatoknak a vizsgálatát, magába foglal azért bizonyos gazdasági folyamatokat, és ezeknek az elemzését, főként azokat, amik azért meghatározóak az életkörülmények, az életminőség és a társadalmi rétegződés szempontjából. Tehát ez az egyik nagy irány. A másik pedig a civil szervezetek működése és mellette azért valamennyire ide kapcsolhatóan a szociális szolgáltatások, azok elérhetősége, azoknak az esetleges kapacitás hiányainak vagy fejlesztési lehetőségeinek a vizsgálata. Az első fontos dolog, ami azért eredményként értelmezhető, az az, hogy sok olyan dolgot fel lehet tárni a mélyebb és a részletesebb vizsgálatok során, amikről vannak elképzeléseink, meg van egy képünk arról, hogy akkor ebből a szempontból hogy néz ki a Szigetköz, de sokkal mélyebben bele tudunk menni, és sokkal differenciáltabb képet tudunk adni. Nem arról van szó, hogy egy törvényszerűen organizálódó térségről beszélünk, tehát az egyik nagy hozzáadott értéke akár a térség fejlesztéshez, akár pedig egyébként itt a projekten belül a többi kutatási irányhoz, az lehet, hogy ezeket az belső differenciákat megpróbálja megfogni. Képesek vagyunk ezáltal egy kicsit tipizálni azokat a településeket, amelyek ugye a mintaterületnek a részét képezik, és hogyha ugye valamiféle fejlesztési szemléletben gondolkodunk, akkor
akkor nagyon fontos ugye a célzottság és a differenciáltság. Tehát a kínálatot is, meg a keresletet is, a termelést is, meg a fogyasztást is meg lehet közelíteni a kultúra felől, úgyhogy ott, ahol ebből turizmus lesz, ott természetesen a turizmussal kapcsolódunk össze, ott, ahol ebből oktatásra vagy kutatásra vonatkozó javaslatok lesznek. Nagyon sokat fogunk betermelni ebből a közösbe. És ami talán a legfontosabb az, hogy a korábbi időszakok fejlesztési projektjeihez képest, ahol okos emberek oda mentek valahova, elmondták, hogy mit kellene csinálni, majd elmentek. Ugye itt csak is, tehát nem valakiknek termelünk javaslatokat, hanem együtt valakikkel próbálunk közösen megvalósítani majd a dolgokat. Tehát az, hogy ne importáljanak a sziget közben dolgokat, hanem ott helyben fejleszék ki, és velünk együtt tegyék valamilyenné. Ez lehet a legnagyobb hozzájárulás. Megismétlem tehát a kulcsszót. Mindenütt a többi kutatócsoportban, ahol a társadalmasítás lehetősége megnyílik, ott mi azonnal mellé tudjuk rakni a magunk hozzájárulását. A különböző méretű projekteknek különböző időigénye van. Ha azt mondjuk, hogy van több tucat elképzelésünk, hogy mi mindent be lehetne fogni, akkor van olyan, amihez azonnal hozzá lehet fogni, kevés ember kell hozzá, gyors eredményt produkál. Van olyan, ami hosszú időn keresztül épül, gyarapszik. Például a szigetközi meseösvény gondolatunk, ami nagyon sok kulturális örökség objektumot összezár, az iskolákat is mozgósítja, és éveken keresztül gyarapszik egy csodálatos szövegfolyam, amit a helyiek állítanak elő. És van olyan, ami 5-10 éves kifutással juthat valahová. Tehát ha például mondjuk éppen a sziget köz lesz egy csodálatos rét színházi kísérletnek a helyszíne, akkor az, hogy az emberek megszokják, hogy létezik olyan, hogy rét színház, ahol színházi előadást a természetben tartanak, hogy ennek a felépülésére, népszerűvé válására, stabilizálódására hosszabb időre van szükség. A beszélőházak tapasztalata azt mutatja, hogy az, hogy egy város vagy egy régió hogyan fejlődik, az annak van egy folytonossága. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy mi történt a múltban, akkor az ötletet adhat a jövőre nézve. Nem véletlen, hogy itt Kőszegen is, amikor bármilyen innovációban gondolkodtunk, vagy a Craft projektben, amikor arra gondolunk, hogy hogyan fejlődjön egy régió, akkor a múlthoz nyúlunk, mert a múlt nélkül egész egyszerűen nem tud egy integrált és egy folytonos fejlődés megvalósulni. Tehát úgy gondolom, hogy a beszélőházak az nem csak a sztorikat tanítja meg a felhasználóknak vagy az ott élőknek, hanem egyfajta mentalitást és egyfajta viselkedést, egyfajta kezdeményezőkészséget. Tehát itt konkrétan Kőszegen ennek számtalan példája van, ipartörténeti, gazdaságtörténeti, iskolatörténeti, és folytathatnám a sort. Tehát ez egy olyan fajta önbizalmat ad, ami a 21. században is értelmezhető, és további fejlesztéseket, meg további innovációkat fog eredményezni. És ugyanezt lehet természetesen a sziget közben megvalósítani. Tehát amikor a többi munkacsoport abban gondolkodik, hogy milyen vízügyi fejlesztést kéne végrehajtani, vagy bármilyen egyéb szociális, gazdasági fejlesztést, akkor a mi történeteink ahhoz fognak adni valamiféle háttere. El egy olyan intézményrendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek a projekt ötletek, ezek megvalósuljanak. Én tökéletesen biztos vagyok abban, hogy akár az ITM-en belül, vagy a meglévő intézményrendszer innovációjával, vagy felelősség kinevezésével ez megvalósítható lesz, hogy ezek kormánybiztost jelentene, vagy külön határozatként lesz majd erre a térségre egy fejlesztési program, ezt meglátjuk. És a javaslatok többségében az EL szeretne aktívan is közreműködni, esetenként koordináló szerepben, esetenként meg aktív kutatói jelenléttel és telepmunkával.